Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Műsorunk első felében egy olyan történelmi eseményre tekintünk vissza, amely jó 30 évvel ezelőtt történt, egészen pontosan az első szabad választásokra, amelyek 1990. március 25-én, illetve április 8-án zajlottak, hiszen akkor még kétfordulós volt a választás. De hogy egészen pontosan, hogyan is zajlott mindez az egész, milyen gyökerei, előzményei voltak mindennek, arról most dr. Csiszár Imre történésszel beszélgetek, és most nem az alpolgármesterrel, hanem a történésszel. Váltunk arról néhány szót, hogy hogyan is indult ez az egész, ez a rendszerváltás környéke, milyen eseményei, milyen történelmi eseményei voltak, és hogyan jutott el Magyarország ugye az 1990-es első úgymond szabad választásokig. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. 30 év, ugye azért ez már egy komoly, ez már több mint egy nemzedéknyi idő. 30 év sok mindenre elég, sok mindenre kevés. Arra mindenképpen elég, hogy egy kicsit megálljunk, és egyfajta mérleget vonjunk, és azokkal, akik még ennek alakítói lehettek, ugye azok azért nagyobb részben közöttünk vannak, akikkel tudunk beszélni, eszmét cserélni, és egy kicsit megízlelni azt a korszakot, azt az időszakot. Ugye, ami nagyon fontos, hogy a rendszerváltás meglehetősen gyorsan megy végbe. Nem csak Magyarországon, hanem úgy általában a keleti blokk államaiban is, de azért ennek van felvezetése gazdasági, politikai, illetve társadalmi tekintetben is. Talán a kezdetiekig, hogyha visszamegyünk, legalábbis ami a rendszerváltás tekintetében nagyon releváns, ha mondjuk Magyarországot vizsgáljuk, akár 56-ig is visszamehetnénk, de most időnk és lehetőségünk nincs erre, hogy ilyen széles spektrumba tekintsünk vissza. De azért az fontos, hogy a 80-as évek közepén egy elég komoly változás zajlik a szocialista blokkon belül. Jelesül egy szemét mindenképpen fontos megemlíteni, Mihail Gorbacsov, aki az SKP főtitkári tisztét tölti be 85-től. Ugye ő meghirdet sok mindent, ami hatással lesz a keleti blokk államaira is, így Magyarországra is. Egyfajta reform elképzeléseket próbál megvalósítani. Az is fontos dolog, hogy ő sem feltétlenül 85-ben ezzel kezdi a pályafutását, hogy most mindent hirtelen meg akar reformálni, hanem menet közben az alakuló gazdasági helyzet, világpolitikai helyzet, diplomáciai helyzet bizonyos helyzeteket teremt, amire reagálnia kell. Ugye 86 a csernobili atomkatasztrófa, amely azért mindenképpen rányomja a bélyegét az ő külpolitikájára is, illetve az egész szovjet blokknak a gazdasági helyzete is gyakorlatilag a 70-es évek első felétől, második felétől mindenképpen egyre nehezebb gazdasági helyzetben van. Így van ez az el Magyarország is. Az a fajta viszonylagos jólét, ami a 70-es évek második végé, vagy második felétől kialakul, az a fajta kettősség, hogy az embereknek van főállása, dolgozik TSZ-ben, gyárban, hivatalban tanít, de mellette szinte mindenki valamiféle másodlagosban is, valamiféle másodállásban is ténykedik, legyen ez a háztáji, legyen ez valami gebines munka, fusizás, ugye ezek GMK-k, a kifejezés, GMK-k, ugye ez a korszaknak a gyűjtő fogalmai, de nagyjából mindegyik azt jelenti, hogy alapból, a főállásából maximum meg tud élni valaki, de hogyha előre szeretne lépni, azt szeretné, hogy azok a szimbólumok, azokat a státuszszimbólumokat, amely a kispolgárságnak a részei jut, hogy legyen saját személyautója, ha Trabant, ha Warburg, de mégiscsak legyen autója, legyen nyaraló esetleg, jó esetben a Balatonon legyen ez a nyaraló, vagy ami ugye nagyon jellemző, hogy a család, a gyermekek taníttatása, felsőfokú tanulmányok, főiskola, egyetem, esetleg lakáshoz való juttatásban segítése. Ez csak úgy valósulhat meg, hogyha mellette anyja is, apa is valamiféle pluszot vállal, amiből a család tud gyarapodni. No, ez a fajta gyarapodás, mondhatnánk, hogy egy lineáris, és a 70-es évektől ez nagyon jelen van, viszont a 80-as évek közepén látszik egy megbicsaklás. 86-ban ugyan elfogadják a 7. 5 éves tervet, amely meg kell hagyni, hogy a helyzethez képest egész jól megvalósul Hajdúnánás esetében is, csak néhány szimbolikus beruházás, amely ebben az időszakra esik Hajdúnánás történetében, ekkor fog kialakul, vagy ekkor építik fel a crossbar rendszerű telefonközpontot, az épületet mai napig is meg lehet tekinteni ugye a posta udvarán, akkor ez egy nagy technológiai előrelépés volt az addigi kézzel kapcsolóshoz képest, hogy automatizálták a telefonközpontot, amely megint csak egyfajta szimbólum, ugyanis a kispolgársághoz való tartozásnak az egyik
jelkép az, hogy telefon van. Ugye ez azért még a 70-es években nagyjából a pártitkár, orvos, gyógyszerész körön mozog, akiknek mondjuk akár nánáson is van telefonja, viszont a 80-as években elkezdenek olyan emberek, akik eddig esetleg nem, vagy csak korlátozottan juthattak volna hozzá, azoknak is van, és egyre nagyobb kapacitású telefonközpontra van szükség. Egyetlen egy megjegyzés ehhez a telefon témához, én emlékszem rá a könyvtárban, a Hajdú-Bihar megyei telefonkönyv egy nagyon-nagyon vékonyka kis füzet volt. Igen, és abban a nánási telefon tulajdonosok száma elenyésző. Igen, egy néhány oldalban valószínűleg ez elfért. Tehát orvos, valami vezetőember, és TSZ elnökök, és a pártvezetés. Ember is ennyi volt. Ugye ennek azért nem csak technológiai oka van, mert azért valószínűleg fel tudott volna ülni a feladathoz. Az egyébként nem is rossz magyar elektronikai műszerész, értelmiség, kapacitás, gyártás. Ennek azért van egy sokkal prózaibb oka. A telefon az a korszaknak mondjuk a Facebookja, ami jelenti azt, hogy az információk rettentő gyorsan tudnak terjedni. És 56-ból, 68-ból tanulva azért az elvtársak óvatosan kezelték ezt a kérdést. Inkább abba bíztak, akik az ő embereik, akik biztosan nem fogják idézőjelbe rosszra fordítani ezt a fajta kitágult világot, ezt a fajta lehetőséget, hogy gyorsan és nagyon hatékonyan lehessen bármit is szervezni. De emellett a városban ebben az időszakban átadnak 410 darab társas házat, amely azért egy elég komoly előrelépés a város lakhatása tekintetében, de ebben az időszakban készül el a trafó telep a Balmazújvárosi úton, amely azóta is kiválóan szolgálja a városnak a életét, illetve azóta sem nőtt akkorát a város fogyasztása, hogy ez ne felelne meg a célnak, illetve emellett számtalan olyan beruházás valósul még meg a városunkban, mint például a szakközépiskola bővítése, ekkor kerül a emelet ráépítésre sor, és ez is mutatja, hogy egyfajta jövőben vetett hit van, mondjuk ez a hit kérdése mondjuk ebben az időszakban egy valahol egy paradoxon, de összességében az látszik, hogy még 86-ban nem gondol arra senki, hogy ennek a rendszernek gyakorlatilag megvannak számlálva a napjai. Viszont ahogy haladunk 1988-89-hez, látszanak azok a gazdasági nehézségek, amelyen már egyre kevésbé tud átlépni az ország sem, így Hajdúnánás sem. A korabeli tanácsi jegyzőkönyvekből azért látszik, hogy sokasodnak a problémák. Mondhatnánk, hogy viharfellegek vagy sötét fellegek gyülekeznek a szociális és ellátórendszer égboltján. Egyre több ember kerül egyre nehezebb helyzetbe. Az, hogy 88-tól országosan is egy elég komoly váltásra kerül sor, ugye Kádár János, mint elaggott vezető, egyre inkább csak szimbolikus hatalommal rendelkezik, már csak néhány hónapja van gyakorlatilag a hatalomba hátra, az ő helyébe egyre nagyobb léptekkel lépő Grósz Károly, pedig láthatóan nem akarja a rendszert felszámolni egyáltalán, ő, ha valaki, ő biztosan nem akarja, viszont azt látja, hogy az eddigi metódus alapján az ország gyakorlatilag csődbe fog kerülni. Azok a fajta beruházások, amelyek még azoknak a kihatása még gazdaságilag bizonyos tekintetben tetten érhető a 80-as évek elején, ezek kezdenek kifulladni. A szövetkezeteken is látszik, hogyha nem kapják meg azokat a pénzügyi segítségeket, azokat a dotációkat, nem bírják felvenni a versenyt a nemzetközi piacon, arról se feledkezzünk el, hogy az egész nemzetgazdaság az olcsó szovjet energiahordozókra épül, amelyben már azért látszik 73-79-es olajválság, hogy ezeknek azért a igen erős hatása begyűrűzik ekkor a Magyarországra, illetve az is látszik, hogy a 80-as évek elejétől az ország már mindenbe kezd kapaszkodni, és már az ország vezetése sem a szovjetektől várja feltétlenül csak a megváltást, hanem lehetőségekhez képest próbál saját utakt is bejárni. Itt csak mondjuk megemlíteném a mai napig is igen aktív szervezetet, az IMF-et, amelyhez 1982-ben csatlakozik Magyarország, illetve a Világbankhoz is csatlakozik. Ugye ennek az a célja, hogy Magyarország olyan forrásokhoz tudjon jutni, amiből elvileg, és ez is nagyon fontos dolog, hogy elvileg modernizálnia kellene a magyar gazdaságot, de ez nem modernizációra fog elmenni, hanem gyakorlatilag a napi kiadások fedezésére. Nagyon jól mutatja egy német állami, az NSZK-nak egy ilyen segítségnyújtása, ami 1 milliárd márkáról szólt a korszakban, 87-ben, amelyet abszolút technológiai fejlesztésre, modernizálásra kap a magyar állam. Gyakorlatilag egy másfél év alatt felhasználják szociális kérdések rendezésére, illetve a rendszer arculatának a fenntartásába, hogy itt jól élni, gulyás kommunizmus van, frigider szocializmus, mindenki
boldogul, tud előre haladni, viszont ez látszik, hogy a 80-as évektől gyakorlatilag ez egy mesterségesen föntartott kép, és gyakorlatilag 88-tól, amikortól kezdve megjelennek a szabadárak, megjelenik a személyi jövedelemadó, ez már egy más világ. Ennek eredményeképpen Hajdúnánás városában is gyakorlatilag 88-ra már elég komoly válságjelek mutatkoznak. Tehát a személyi jövedelemadót említetted, szóval ez, tehát én emlékszem rá, és ez tényleg sok hatás volt. El sem tudtuk képzelni azt, hogy akkor most ez micsoda? Hát ezzel eddig nem találkoztunk. No hát ez csak egy rövid kis kitérő volt. Hát az ugye 88-89, ugye elérkezik 89 ősze, köztársasági kiáltása, és akkor itt már, de már a 88-87-es években is azért elég sok pártkezdeményezés, pártok, csoportok, szövetségek kezdtek alakulni, tehát ez, úgymond ezek a rendszerváltó csoportosulások azért már ebben az időben jelen vannak, még ha mondjuk talán országos szinten nem, talán itt nálunk még kevésbé, de a fővárosban gondolom meg, nagyvárosokban igen. Mit tudunk ezekről elmondani? Mennyire volt? Tehát ugye ellenzéki kerekasztal már elindul. Igen, ugye ahogy gyengül a rendszer, úgy szokták ezt nagyon így képletesen megfogalmazni, hogy repedések jelentkeznek rajta, és a repedéseket jól mutatják azok a mozgolódások, amik döntően értelmiségiek és döntően a fővároshoz köthető olyan értelmiségi megmozdulások, amelyek bizonyos ügyek mellett való meglehetősen markáns kiállást fog jelenteni. Például egy ilyen kérdés lesz a Bős-Nagymaros kérdése. Bős-Nagymaros kérdése ebben az időszakban bőven túlmutat azon, hogy ez egy ökológiai katasztrófát próbálnak megelőzni, ez is cél természetszerűleg, de ezen sokkal inkább túlmutat, hogy hallatják az emberük a szavakat, érzik azt, hogy van valamiféle lehetőség arra, hogy igenis, hogyha ezzel mi nem értünk egyet, akkor ki lehet menni az utcára, és akkor igen, el lehet mondani, hogy mi ezt nem támogatjuk. Vagy március 15-e kérdése, ugye március, tavasz, a forradalmi lendület, amitől nagyon retteg ám a hatalom, hogy ott egyszer baj lesz is. Idézőjelben baj is van, ugyanis elég komoly engedélyek nélkül elég komoly tömegek jelennek meg Budapest utcáin, és ugye ez az ominózus március 15, amikor a rendőrség, a karhatalom gyakorlatilag szétveri, szétvízágyúzza, illetve gumibotozza ezt a békés megemlékezést. Aztán van egy másik nagyon szimbolikus dolog, ami talán még ezektől is erősebb, abban a tekintetben, hogy a határon túli magyarságért való kiállás, ugye ez az időszak a erdélyi falurombolás, Ceausescu rémálmának a megvalósulásának az időszaka, amikor is egyre többen emelik fel a hangjukat, amely ugye a kommunista blokkon belül nem fogalmazzunk úgy, hogy az államhatalom számára nem túl szerencsés szituáció, amikor a testvéri szocialista államnak a intézkedéseit kritizálja egy másik szocialista állam, mint Magyarország. Az erdélyi magyarok mellett való kiállás talán ténylegesen egy szép példája ennek. Ezzel párhuzamosan pedig 88 gyakorlatilag a magyar történelemben talán arról lesz emlékezetes, hogy a nagy szervezkedések, a nagy párt mozgalmak alapításának az időszaka. Ugye lakiteleken szintén elindul egyfajta ilyen értelmiségi gondolkodás, egyfajta névfőiskolai jelleggel, aminek eredményeképpen megszületik az MDF, a Magyar Demokrata Fórum, ugye ami később a magyar rendszerváltásnak egy szimbolikus intézménye, pártja lesz. De emellett fontos megemlíteni, hogy létrejön a többi szervezet is. Lásd, Szabad Demokraták Szövetsége, aki ekkor gyakorlatilag a legantikommunistább szervezet az országban, túlmutat az elképzeléseiben az MDF-en. Az MDF-ről szokták is mondani, hogy olyan volt, mint a vezetője, mint maga Antal József. Ez egy nyugodt erő. Egy nyugodt erő, egy megfontolt, egy átgondolt. Az SZDSZ, fogalmazunk így, hogy egy sokkal lendületesebb, sokkal inkább ilyen azonnal is oldjuk meg és haladjunk tovább. Ugye megjelenik a Fiatal Demokraták Szövetsége, aki ekkoriban inkább egy liberális vonalat képvisel, csak ez fontos dolog, hogy a saját korszakába kell egy-egy pártot megvizsgálni, hogy mit jelent akkor mondjuk a liberális fogalomkör, illetve mondjuk az SZDSZ esetében is. Ez akkor még mit jelent? Ez azért fontos, hogy akkor még mit jelent, mert majd az SZDSZ példája mutatja, hogy lehet bizonyos hatalmi funkciókért fogalmazzunk úgy, hogy egy kicsit átgondolni az eredeti felállását a pártnak, de olyan pártok is újra alakulnak, amelyeknek történelmi hagyományai vannak Magyarországon, lásd a Kisgazdapárt, amely gyakorlatilag a 20. század egyik legmeghatározóbb
politikai formációja volt már a 20. század első felében is, de ugye történelmi időszakban, mint a 45 utáni időszak, az átmen, vagy amíg a fordulat éve 47-48-ben nem következik, addig ugye az első számú politikai erő Magyarországon. No, ennek a hagyománya, ennek a folytatása a Független Kisgazdapárt, de ugyanígy a Kereszténydemokrata Néppártnak az újraindulása is mindenképpen fontos, és itt azért jelezni kell, hogy vannak újjá alakuló pártok, és újonnan alakuló pártok. És az egész sornak a végét gyakorlatilag 89. októberében az MSZMP-ből átalakuló utót párt, a Magyar Szocialista Párt, amiről azért meg kell jegyezni, hogy egy furcsa történet abban a tekintetben, hogy van egy MSZMP, amely ha a nevének az eredetét nézzük, ez gyakorlatilag az 56-os időszak. És az MSZMP-hez köthető többek között a Magyar Forradalmi Szabadságharc leverése és az azt követő megtorlás, illetve az a sok tízezer, százezer magyarnak az országból való elüldözése. És ez a párt, ez nem föloszlatja magát gyakorlatilag, hanem átalakul egy utódszervezetbe. Ugye ebben azért több fajta megfontolás is van, mindenképpen a párt vagyont relatív át lehet ebbe menekíteni, ez is egy fontos szempont, illetve ne felejtsük el, hogy ez az egyedüli országos szervezettséggel rendelkező politikai formáció, annak ellenére természetesen, hogy az MSZMP nem örül a riválisoknak a pályán, viszont látják, hogy ez visszafordíthatatlan. 88-ban még azért az a nézet Grósz Károlyék esetében is, de a helyi pártvezetés esetében is, hogy van egy pillanatnyi megingás, de ezeket lehet kezelni, konszolidálni. Ki is dolgoznak erre egy ilyet, hogy reform, szocializmus, vagy demokratikus szocializmus, ami ugye magában egy önellentmondás. Hogy meg reformkommunisták. A reformkommunistáknak a javaslata többek között. Sőt, a reformkommunisták ezek már túlmennek. Ez a fajta elképzelés, ez inkább a kemény vonalasoknak az elképzelése, hogy jó, hát értjük, hogy van egyfajta változásigény, le tudja ezt reagálni, és le is tudja kezelni az MSZMP. Nincs arra szükség, hogy itt most több pártrendszert vezessünk be. Ez 88 év végén nagyságrendileg azért úgy ott van, hogy bizonyos kis csiszolgatás, azért tovább lehet vinni a rendszert. Aztán 89-ben minden felgyorsul. Ennek egy nagyon emblematikus eseménye Nagy Imrék újratemetése. Ugye pont a kivégzésüknek az évfordulóján, június 16-án történik az újratemetése Nagy Imrének, illetve mártír társainak, ami azért felgyorsítja az eseményeket. Ez a felgyorsulás ugye jelenti majd azt, hogy az ellenzéki kerekasztal résztvevői megállapodnak a békés átmenetben. Ez nagyon fontos, hogy békés átmenet, azért a kommunista blokk államaiban sem mindenhol sikerült ez békésen vinni. Lásd Romániát, a 89 decemberi események azért ott bőven megmutatták, hogy nagyon csúnya dolgok is történhetnek egy-egy ilyen átalakulás következtében. Egy másik emblematikus történés, ami van 89 nyarán, és talán a sorsnak egyfajta kegye, idézőjelbe, hogy a Nagy Imrék újratemetését még megéli Kádár János, ő nagyjából egy olyan 3 hét múlva fog elhunyni július 6-án, és ha felfogni, már valószínűleg nem tudta felfogni, legalábbis a kortársak elmondás alapján Kádár János már nem volt olyan szellemi állapotban, hogy ezt felfogja, viszont azt a folyamatot az biztos, hogy felfogta, hogy az, amit ő felépített, annak vége van. Ugye az utolsó párt kongresszuson, ahol felszólalt, hogy gyakorlatilag el kellett venni tőle a szót, mert elkezdett olyan dolgokról beszélni, hogy ő nem gyilkos. Ő az ő kezéhez nem tapad vér. Azaz látszik, hogy egy szellemében megborulás előtt álló embernek egyfajta jajkiáltása, hogy hát történtek itt események, de azért ő nem vállal felelősséget. Egyfajta hárítás, egyfajta kibúvás, de azért a történelem ítél, és hogyha egy szemét kellene megnevezni, az mindenképpen valószínűleg Kádár János, akinek a tevékenysége vezetett abba a vérfürdőbe, amit 56 követett, illetve az a óriási emberáldozat úgy halálesetekben, mint megnyomorított életekben, az mindenképpen azért Kádár János nevéhez köthető, akkor is, hogyha a 70-es, 80-es évek Kádárjára az emberek hajlamosak úgy emlékezni, mint a jótékony Kádára, Kádár elvtárs, és akkor van krumplileves. Lehet, hogy van krumplileves, de ezt egy véres kéz osztogatja azért, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát azt gondolom, hogy az ő személyisége is úgy emberi, mint politikai, az még sokáig szerintem még meg fogja osztani a magyar társadalmat, és nem is tudom, mikor jöhet el az a történelmi időszak, amikor
teljesen reálisan tudunk nézni egy korszakot, és most is ugye 30 év eltelt. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk mi ezt igazából reálisan szemlélni, de ez most csak egy kis zárójeles dolog volt. Tehát ugye 89 ősszel felgyorsulnak az események, kikiáltják a köztársaságot, kérják a választásokat. Hogyan indult az ország az első, tehát illetve hát a 90-ben bekövetkező szabad választásokra? Említetted, nagyon sok párt, szövetség, szervezet alakult, akik gondolom megszerezték az induláshoz szükséges aláírásokat. Igen, elmondottakon túl még sokkal több szervezet indult el. Ugye vannak olyan szervezetek, pártok, amiket ma már nem is emlékeznek rá az emberek. Például ilyen volt a Vállalkozók pártja, aki a nevéhez hasonlóan, vagy a nevéből következően tipikusan egy piacgazdaságra, egy szabad versenyre épülő új gazdasági rendszerben gondolkodik, de nem tud igazából eredményeket elérni. Van egy másik szervezet, ami ilyen tekintetben hagyományáson akár meg is erősödhetett volna, nem így történt, ez az Agrárszövetség, amely nevében nem párt, de gyakorlatilag politikai ambíciói vannak. A korszaknak a személyiségei azért úgy szoktak erről a szervezetről nyilatkozni, hogy úgy is hívták ezt, hogy TS párt. Gyakorlatilag ez az Agrárszövetség az agrár értelmiséget, illetve azt a fajta irányvonalat képviselte, hogy a szövetkezeteknek mi legyen a sorsa. Erről majd itt hosszasabban is szeretnék beszélni, mert a Nánás esetében nagyon fontos, hogy a különböző pártok hogy látják a szövetkezeteknek a jövőjét. Mert az látszik, hogy azok a klasszikus nagyiparvállalatok, amelyek meghatározták az ország életét gyakorlatilag az 50-es évektől a rendszerváltásig, ezek nem túlzás, hogy néhány hónap alatt, egy-két év alatt gyakorlatilag összeomlanak, egyik a másik után. Onnantól kezdve, hogy 88-tól az állam tudatosan kivonul ezeknek a cégeknek a úgynevezett belső munkanélküliségének a fenntartásából. Ugye jelenti ez azt, hogy a cégeknek volt egy kvótája, amit ki kellett tölteni, ha volt annyi emberre szükség, ha nem volt annyira szükség, mert ugye a kommunizmusnak az arszpoétikájába, a kommunizmus arculatába nem fér bele, hogy munkanélküliek vannak, itt teljes foglalkoztatás van, itt 100% a foglalkoztatás. Ugye az az intézmény létezik, hogy közveszélyes munkakerülő. Így van, hogyha... és akinek nem volt munkahelye munkakönyvében, akkor azt még meg is büntették. Hát igen, úgyhogy ez egy elég komoly retorzióval járó történet, és ezt a fajta látszatot, ezt 88-ban szakít vele Grósz Kár, és utána a Németh Miklós miniszter elnök által vezetett kabinet pedig kimondottan kihátrál ezekből a történetekből, és szabad utat enged a piacgazdaságnak, ami eredményeképpen már a rendszerváltás pillanatában is látszik, hogy emberek százezrei kerülnek munkanélküli sorba, összeomlanak az ipari vállalatok. Ez Nánás esetében is néhány év leforgás alatt azért jól ki vagy megmutatható, lást a Ventifilt, a valamikori szellőzőműveket, vagy egy hosszabb vegetációval, de azért az Izzónak a Tungsram története is ugyan 96-ig működik a város területén, de egy folyamatosan leépülő, visszaszoruló intézményről van szó. A szövetkezetek kérdésében is valami hasonló történik, de visszakanyarodva arra, hogy is zajlik az előkészület. Ugye az ellenzéki kerekasztal részvevői megállapodnak azokban a pontokban, mint az alkotmány módosítása. Az alkotmány módosítása ugye magával hozza azt, hogy új államforma lesz. Az állam fői feladatok ellátására ideiglenesen, ez fontos, hogy ideiglenesen fölkérik Szűrjös Mátyást, aki személyesen fogja kikiáltani 89. október 23-án a parlament erkélyéről a köztársaságot, de emellett számtalan olyan intézkedést is meg fognak hozni az elkövetkező időszakban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az ország 90 tavaszán megtarthassa a világháború, vagy legalábbis a 43 év. Hát nagyságrendleg. Ugye nehéz megmondani, hogy mi volt az utolsó szabad választás. Igen, hogy a kék cédulás. Mert mondjuk úgy, hogy azért nem volt teljesen korrekt az utolsó, elvileg utolsó szabad választás, amikor is a kommunista párt a szovjet segítséggel gyakorlatilag elcsalja a választást. Ugye itt egy fontos dolog, amiről azért csak megint érdemes beszélni, az, hogy az ország területén tartózkodik igen komoly szovjet haderő, amelyek még a választások idején bőven itt vannak. 90-ben kezdődik el ugye a kivonás, és eltart egészen 91 nyaráig, azaz az első időszakban még itt tanyázik több ezer állig felfegyverzett, igen komoly haderőt képviselő szovjet katona, akik azért apránként kivonásra kerülnek az országból. Ezek a pártok a lehetőségekhez képest próbálnak
ezen a választáson elindulni. Ez egy ma már ugye azóta megváltozott, de jó sokáig életben volt egy kétfordulós választási rendszer, ami jelenti azt, hogy van egy első forduló, ott, hogyha a választásra jogosultaknak több mint 50%-a részt vesz, akkor az ott első helyet megszerzett jelölt, az megnyerte a választást. Akkor nincs második forduló. De mivel itt azért felrajzoltuk azt, hogy sok párt van, sok szervezet van, ebből kifolyólag ennek nagyon kicsi az esélye, hogy valaki az első fordulóban... Talán 8-an jutott. Minimális az összesnek egy töredéke, egy néhány százaléka. Így második fordulóra kerül sor. A második forduló viszont lehetőséget ad arra, hogy egyfajta átmeneti vagy hosszabb koalíciós egyezkedésre kerüljön sor. Ennek lesz majd egy mintapéldája, tipikusan az MSZP és az SZDSZ egymásra találása, de mondjuk ezt megfigyeltő a Fidesz, illetve a Kisgazdapártnak az egymásra találása is ebben az időszakban, hogy a második fordulóban az esélyesebb mellé próbálnak beállni, és ennek eredményeképpen születnek majd meg az eredmények. Ez Hajdúnánás esetében is hasonlóan zajlik, mint az országos események. Viszont azt fontos jegyezni, vagy megjegyezni, itt a beszélgetésünk elején is elhangzott, hogy ez a rendszerváltásnak az ideológiai háttere, a kimunkálása, ez egy elég központi, fogalmazhatnánk, egy elég szűk körből induló változás, amelynek inkább az eredményei szivárognak le vidékre, mint hogy mondjuk vidéken történjen ennek a nagyon formálása. Inkább az látszik, hogy van egyfajta mintakövetés, és ahogy megalakulnak országosan a különböző politikai szervezetek, vagy újra alakulnak, ugyanez Nánáson is megfigyelhető. Nánáson is létre fog jönni az MDF, mint a Hajdúnás esetében is az egyik vezető olyan ellenzéki gyűjtőcsoport, amely meghatározó lesz, legalábbis az elkövetkező négy évben, hosszabb távon nem, de mondjuk Csíráiban sok olyan politikus ebben a közegben fog szocializálódni, akik akár még manapság is aktívak, de legalábbis az elmúlt időszakban meghatározóak voltak, de legalábbis aktívak. Ez gyakorlatilag a Nánás esetében is szépen egymás után ezeknek a pártoknak a létrejövetele megtörténik. Gyakorlatilag az összes megalakul, sőt, majd az önkormányzati választásokról, amikor majd beszélünk ősszel, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon aktív lesz, olyan tekintetben lesz aktív, itt is egyfajta ilyen ellentmondás van, hogy nagyon sok szervezet lesz, viszont maguk a választópolgárok sem tavasszal, sem ősszel igazából nem mutatnak olyan óriási nagy aktivitást, ami azért kérdés, és erről is lehet érdemes beszélni, hogy mi lehet ennek az oka, észak-keleti végeken ennek egyfajta hagyománya van, hogy ha országosan van egy 50% fölötti részvétel nálunk, akkor sincs 40 sem, meg még az alatt van. Egész pontos számot tudok mondani, tehát ugye az első fordulóban volt országos szinten 65,11% a részvételi arány, tehát a mi választókerületünkben 56,37%. A második fordulóban országos 45,54, itt, tehát a 9-es választókerületben 37-48, de Nánás esetében még kevesebb. Még kevesebb lesz. Ilyen 32. Nagyjából egy 33% lesz a vége. Ugye itt is kétfordulós lesz a választás. Gyakorlatilag minden nagy politikai szervezet indít jelöltet a választáson. De még mielőtt a választásra kanyarodnánk, az előbb azt felvetettem, hogy Hajdúnánás esetében mik azok a fő pontok, amelyet meg lehet fogalmazni választási üzenetként. A pártok a maguk módján igyekeznek természetszerűleg, hogyha valaki ezt a korszakot megélte, akkor az emlékezhet rá, hogy különböző kis választási brossúrák jelennek meg. A korabeli technika adta lehetőségek, akinek láthatóan egy kicsit több forrása volt, az valami... talán mondjuk úgy, hogy igényesebb papírra, keményebb, vastagabb papírra nyomta ezt, de nagyjából azt figyeltő meg, hogy általában elég gyenge nyomdai minőséggel készült, sokszorosítással készült ilyen papírokról van szó, amelyek gyakorlatilag azt jelentik, hogy különböző színű papírra, fekete betűkkel, szépen, tételesen. Még a színes plakátok az még... A színes plakátoknak még ez nem az időszaka, hogyha van esetleg fotó, azok is általában fekete-fehérek is rendkívül rossz minőségűek, azért az úgy elmondható, meg túlságosan tartósaknak se nevezhetőek, mert 30 év múlva is már egy részét elég elolvasni. De elmondható az, hogy azért mindegyik párt, még úgy is, hogyha az országos főirány nem ez, próbál a helyi dolgokhoz azért alkalmazkodni. Ugye mi lehet az egyik fő kérdés Nánás esetében? Mi lehetne, mint a föld, ugye meglehetősen nagy
mondhatnánk gazdagságban vagyunk ilyen tekintetben, országosan is ugye 13. legnagyobb közigazgatási területtel rendelkezik Hajdúnállás is. Ez általában jelenti, hogy jó minőségű szántóföldek is vannak, amiről már itt többször is beszélgettünk ebben a körben, hogy számtalan szövetkezet van, mondjuk egyre fogyatkozó létszámmal, mert különböző egyesülések eredményeképpen a városban azért jó néhány nagy szövetkezet van, ami a városi munkaadók tekintetében egy nagyon meghatározó erőt képvisel, és a szövetkezeteknek a sorsa mindenképpen egy fontos választási kérdés is lesz. Vannak pártok, amelyek gyakorlatilag egyébként is e köré szervezik a maguk programját, lásd Kisgazdapárt. A Kisgazdapártnál nagyon nyomatékosan szerepel az a fajta igény, hogy a földet vissza kell adni annak, aki a jogos tulajdonosa. Elismerik azt, hogy annak a jogosultságát, hogy a magántulajdon mellett valószínűleg egyfajta közösségi rendszer is fönn fog maradni, illetve az állami gazdaságokról úgy nyilatkoznak, hogy sokkal kisebb mértékben, mint eddig, de a fajta fenntartás, nemesítés, modernizáció tekintetében van rájuk szükség, nem vetik el a létjogosultságát, viszont az arányokról van vita, hogy vissza kell adni a földet azé, aki volt, vagy annak a családjának, és egy abszolút magángazdaságokra épülő mezőgazdasággal kell gondolkodni. Az MDF egy picit óvatosabb ebben. Azból adódóan, hogy a Kisgazdapárttal szoros együttműködésbe fognak majd kerülni, módosítják a saját elképzeléseiket, ők nagyobb teret engednek a közösségi gazdálkodásnak. Az SZDSZ tipikusan városi párt. Nem igazán tud reflektálni a vidéki kérdésekre. Ott azért az figyelhető meg, hogy ők szabad utat engednek ebben a szabad verseny, ugye ez a kezdetektől szabad jelen van. Élet, szabad modár. Úgyhogy ők ebben a gondolatiságban vannak. Az MSZP óvatos. Óvatos, ugye az Agrárszövetséggel idézőjelben a hátába. Azért ők óvatosak, hangsúlyozzák a szövetkezeti formának az előnyeit, de természetesen a rendszerváltás pillanatában nem mondhatnak már olyat, hogy ez nem jó, meg akkor csináljuk vissza. Úgyhogy már a programjukban megjelenik az, hogy igenis hosszabb távon át kell ezt gondolni, hogy lehet a tulajdonviszonyokat mérlegelni, és hogy lehet az értéket megőrizni, és hogy lehet tovább menni. Aztán majd látjuk, hogy az MSZP abszolút egy teljesen más politikát fog folytatni, és inkább ennek a szétbontásán fog majd törekedni mondjuk 94 után. No, ezek mondjuk a mezőgazdaság tekintetében, amik megfoghatóak. Itt az embereket, ami persze még érdekli, az, hogy a munkahely, ha a mezőgazdaság, ha nem mezőgazdaság. Nagyon erős volt. Gyakorlatilag minden párt majdhogy nem hasonlókat fogalmaz meg. Munkahelyek megteremtése, megvédése, illetve majd újak teremtése. Ezek az elképzelések, abban már vannak különbözőségek. A Fidesz például ekkor azt szorgalmazza, hogy létre kell hozni egy kereskedőházat, illetve olyan lerakatokat, amelyek segítik a magántulajdonba került gazdákat abban, hogy a megtermelt termékeket közösen jobb ár-alku pozícióval lehessen értékesíteni. Úgyhogy ilyen gondolatok is megjelennek, de összességében az azért elmondható, hogy nagyon csendesnek tűnik legalábbis a dokumentumokból maga a kampány is. Természetesen mindenki megteszi a maga lépéseit, jönnek szónokok, ebben az időszakban még azért ennek van keletje, hogyha valami tévéből már ismert személy megjelenik a városban, akkor természetszerűleg annak a gyűlésére elmennek. Ugye, aki nagyon jól használja ebben az időszakban a médiát, például Tordján József, ugye ennek a korszaknak egy emblematikus embere, aki többször is az elkövetkező években megfordul a városban, és igen nagy tömegeket tud ezekre a rendezvényekre elhívni. De a többi párt is erre tud appellálni, hogy fórumokat tartanak változó érdeklődés mellett, de inkább ezeken az írásos dokumentációkon keresztül próbálják elérni a helyieket, hogy rájuk szavazzanak. Igen, érdekes, tehát ugye eltekintve most az első fordulótól, mert ugye a második forduló volt az érvényes, és akkor említetted, hogy az SZDSZ inkább a városokban, tehát a nagyobb városokban volt nyerő szériában. Hajdúnállásod mégis egy SZDSZ-es hon atya lett az első, dr. Molnár Tibor. Hát 6120 szavazattal, 32,14%-os arányban, és érdekes módon dr. Oláh Imre mögötte nem túl kevéssel. Tehát volt akkor nem egy olyan szavazókör, ahol bizony ő került ki győztesen. Hát aztán végül is ez lett. Hát Almási Tibor, dr. Almási Tibor, ő a Hazafias Választási Koalíció képviselője volt,
25,69%-ot szerzett, de érdekes, hogy az SZDSZ nyerte meg itt Hajdúnánáson. Mindazok ellenére, hogy tényleg Torgyán József, tehát a kisgazdapárt is elég előtérbe helyezte magát, úgymond. Abban a kampányban, ami egyébként, hát ha mostaniakkal összehasonlítjuk, köszönő viszony sincs. Hát igen, mondhatnánk a mostanihoz képest egy unalmas és abszolút nem a személyeskedésre hangsúlyot, hanem inkább a programoknak a megütközéséről van szó. Ez mindenképpen érdekes, hogy egy olyan körzetben, ugye mi a 9-es Hajdú-Bihar megyei, akkori 9-es, hogy három olyan hasonló történetű, ugye három hajdúvárosról van szó, mindenhol nagyon erős az agrárium, és mégis a kisgazdapárt a második lesz, de úgy lesz második, hogy 10%-ot ver rá az SZDSZ. Azért ez mindenképpen egy érdekes kérdés, hogy a korabeli Hajdúnánáson, illetve a térségünkben mégiscsak valamiféle idézőjelben újra vágytak az emberek, annak ellenére, hogy adott lett volna, hogy mondjuk a kisgazdapárti jelöltre szavazzanak, mégsem így történt. Annak, hogy ez milyen okokra vezethető vissza, minden bizonnyal igen komoly súllyal esett latba, ekkor még az SZDSZ-nek az igen erős antikommunista szemlélete, ami azért fontos hangsúlyozni, hogy ekkor még ez nagyon erős, aztán az idők folyamán ez egy kicsit erodálni fog. Ez valószínűleg egy komoly bázist meg tudod fogni. Valószínűleg egy fiatalosabb, lendületesebb programot képviselt a képviselőjelölt, a Molnár Tibor, illetve amit azért nem szabad elhanyagolni, és a szövetkezeti programnak a különböző fázisainál is szoktam hangsúlyozni, hogy az egészet érdemes egyben vizsgálni. És mondjuk a hajdúság tipikusan az a területe az országnak, akik igen sokat szenvedtek a kommunizmus évei alatt, és valószínűleg egyfajta megtörtség, még azt se feltétlenül tartanám túlzásnak, hogy egyfajta félelem még az emberekben mindig él. A kárpótlási törvénynek a különböző fokozatain lehet jól tetten érni, hogy legalább van három, van egy alapkárpótlás törvény, és utána kettő, illetve három módosítása történik. Pont azért, mert azt látják a megalkotói, hogy az első körben nincs akkora érdeklődés, mint amire számolhattak volna, és ennek az egyik indokát abban látják, hogy még a 92-es, 3-as évek környékén is még emberekben van egyfajta félsz, hogy visszajön a rendszer, és akkor minden megint kezdhetünk mindent előről. Úgyhogy ekkor azért még sokan élnek abból az időszakból, amikor megtapasztalhatták azt, hogy milyen mindent elveszteni. Úgyhogy ez valószínűleg egy nagyon összetett dolog, ennek eredményeképpen születik meg ez az eredmény. Maga Molnár Tibor, ő egy ciklust fog a parlamentbe tölteni. A munkásságáról gyakorlatilag, amit ki lehetett gyűjteni, azt azért úgy igyekeztem összeszedni. Ügyvéd volt. Ő alapjáraton ügyvéd volt, és egyébként volt egyfajta ismertsége is, mert ha jól tudom, Hajdúnánáson is tevékenykedett már ügyvédként is, de ő böszörményi származású, és volt egyfajta ismertsége, ez vitathatatlan. Elvileg egy jó stáb is állt mögötte, akik azért tudták ezt a munkáját segíteni. A parlamentben, az alkotmányügyi bizottságban tevékenykedett, önkormányzati bizottságnak is tagja volt, illetve az állami számvevőszék működését megalkotó, azt ellenőrző atok bizottságnak tagjaként tevékenykedett. A munkásságáról túl sok nyom nem maradt. Nekem még nem volt szerencsém vele találkozni, de elszánt vagyok ebben a kérdésben, hogy a készülő monográfiánál azért mindenképpen ez egy történelmi esemény, a 20. századnak az egyik legfontosabb eseménye, annak ellenére, hogy mondjuk a város lakói ebben a időszakban nagyságrendileg egy 30-pár százalék gondolta úgy, hogy ez tényleg egy történelmi esemény, de azért ez mindenképpen egy fontos és megkerülhetetlen eseménye a 20. századunknak, és mindenképpen szeretnék vele egy beszélgetést majd kezdeményezni, hogy ő, mint a első szabad választás a győztes jelöltje, hogy élte ezt meg, és milyen volt belülről, mert így a dokumentumok alapján, az interjúk alapján, ahogy itt említettük itt az előbb, egy picit olyan csendesebbnek tűnik, mint az ember gondolná, hogy egyfajta ilyen felszabadulás élmény, hogy vége van a kommunizmusnak, és akkor most már kimehetünk, és megmondhatjuk, és szabad véleménynyilvánítás van, szabad döntéshozatal, és az fog minket képviselni, akit mi szeretnénk. Ez a gyakorlatban mérsékelten. Nem mondom, hogy nem, de mérsékeltebben jelentkezik, mint mondjuk gondolhatnánk, amelyet a választási részvétel is úgy gondolom, hogy elég jól mutat. Ez egészen pontosan így volt. Én emlékszem rá, igazából
olyan nagy rendszerváltó hangulat, vagy bármi más egyéb, hogy tehát ilyen nagy felszabadultságérzés nem volt. De egy-két plakátot láttunk az utcán, aztán hát elmentünk szavazni, mert hogy azért az emberben az benne volt, hogy hát oda azért illik elmenni, de gondolom sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy nem volt úgy kötelező, mint az előző rendszerben. Igen. Tehát ugye ott majdhogy nem 100%-os volt a részvételi arány, de egyébként pedig annyira nagyon úgy nem tulajdonítottak nagy jelentőséget mindennek a dolognak, ami azért mégiscsak nagy jelentőségű volt. Tehát ugye Antal József kapott megbízatás kormányalakításra, de ez már egy másik történet, azt hiszem ezt majd egy másik alkalommal megbeszélhetjük, hiszen az a 4 év az azért az egy nagyon-nagyon jelentős volt, és ma már sok-sok olyan dolgot látunk benne, amit talán meg kellett volna tenni, de kétséges, hogy meg tudták volna tenni, tehát azért az egy nagyon-nagyon képlékeny dolog volt abban a nemzetközi helyzetben, ami akkor volt, akár az itt állomásozó déli hadsereg csoportnak a katonái. Hát, illetve egy rettentően nehéz gazdasági helyzetben lévő országról van szó. Egy... Sokkal nehezebb helyzetben van szerintem, vagy volt, mint azt akár gondolták azok, akik átvették az ország irányítását. Gyakorlatilag ugye megbízható se statisztikák, sem adatok, semmi nem állt rendelkezésre. Minden kozmetikázott volt. Átállítani a rendszert egy részben tervutasítás, és ugye már nincs tervutasítás azért a Kádár rendszer második felében, de gyakorlatilag egy nagyon furcsa hibrid megoldás van a gazdaságnak. Van egyfajta termelési kényszer, aztán termelünk olyat is, amit nem tudunk eladni, azzal majd valamit csinálunk, illetve a mezőgazdaság is gyakorlatilag teljesen alá van rendelve a szovjet kivitelnek, vagy hát a szovjet behozatalnak, hogyha a Szovjetunió oldaláról nézzük, ami természetszerűleg évtizedekig egy jó felvevő piac volt, de mivel gazdaságilag nem csak Magyarország omlott össze, hanem Szovjetunió is, innentől kezdve az a fajta eddig sem feltétlenül jó csere alapon működő gazdaság, ez még tovább romlott, ami jelentette azt, hogy egy idő után fizetésképtelenné vált gyakorlatilag a szovjet piac, ami eredményezte azt, hogy borzalmasan nehéz helyzetbe kerül a magyar mezőgazdaság is. Csak egy számadat, a mezőgazdaságban aktív dolgozók, ezek nagyságrendileg TSZ tagok, illetve állami gazdaságoknak az alkalmazottai, 84-88 között egy olyan 1 millió 200 000 ember dolgozik az agráriumban, ez 95-6-ra olyan 300 000 alá fog esni. És ugye beszéltünk arról, hogy az ipar is összeomlott. Majd, hogy nem 1 millió ember. Ebből kifolyólag azok az emberek, akik kikerültek a mezőgazdaságból, nem nagyon volt lehetőség különösképpen, hogy elhelyezkedjenek az iparba. Úgyhogy ez az időszak egy nagyon-nagyon gyötrelmes időszak, ami talán magyarázza azt a rendkívüli eseményt, ami majd 94-ben fog bekövetkezni, hogy önként a magyar társadalom a kommunista utódpártot fogja megbízni, hogy az országot tovább vezesse 94-től, ami mutatja azt, hogy egyfajta, hát fogalmazzunk úgy, hogy inkább gazdasági értelemben csalódás az emberekben, hogy a mégiscsak biztos lét az egyik napra a másikra bizonytalanná vált, azzal pedig ugye az emberek azért nem foglalkoznak, meg most miért filozofálgatnák azzal, hogy mi lett volna, ha nem így alakul, ugyan, sőt, rosszabb lett volna, mert összeomlott volna mindenképpen. Ha nem omlott volna össze gazdaságilag a szocialista blokk, akkor valószínűleg a kommunizmus még sokáig élhetett volna, de mivel ezeket a gazdasági nehézségeket már nem tudták áthidalni, ezért szükségszerű volt, hogy elmossa a történelem a kommunizmust, és elmossa azokat az embereket, akik ebben meghatározóak voltak, ha nem is mindenkit, de egy részét mindenképpen. Hát igen, azt gondolom, hogy ez is az az időszak volt, amikor ugye mostanában sokat emlegetnek környező bezzeg államokat, hogy ott mennyivel jobban meg, hogy meg mint adották meg, de erre is érdemes kitekintést végezni, hogy ott vajon miért úgy, és miért éppen abban a formában, de ez tényleg már egy másik beszélgetések témája lehet. Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy a nagy vonalakban is, mert természetesen, ha csak a városunkat nézzük, ott is érdemes lehetne esetleg megnézni, hogy egyes szavazókörökben miért úgy alakult, miért nem így alakult. Tehát érdekes dolgok voltak ezek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.